A Fields of Hope programot Marie Curie indította el Angliában, majd a világ számos országa átvette. Magyarországon elsőként 2007-ben a Magyar Hospice Alapítvány csatlakozott ehhez a nemzetközi mozgalomhoz, melynek célja felhívni a figyelmet a narcisz szimbólumhoz kapcsolódó eseményekkel a társadalmi felelősségvállalás szükségességére, és arra, hogy az emberi méltóság életünk végéig megőrizhető, és meg is kell őrizni azt. A Rákbetegek Országos Szervezetének karcagi klubja, a helyi Mindig van remény, daganatos betegekért alapítvány és a karcagi Kátai Gábor Kórház egészségfejlesztési iroda, lelki egészségközpont minden évben rendezvényt szervez a téma kapcsán. Mivel a náci sárga, és ez a gyógyíthatatlan rákbetegeknek a szimbóluma, és tulajdonképpen ezért szimbolizálja most is a sárga sál ezt a rendezvényt. Tavasszal ugye már nyílnak a sárga náciszok, tehát akkor, de akkor is feltesszük ezt a sálat. A legfontosabb az, amit el tudok erről mondani, hogy amiért mi harcolunk, mert ez az alapítvány több mint 15 éves. 15 év keresztül ez mindig megvalósítjuk ezt a tavaszi és őszi találkozást. A legfontosabb lényeg az, hogy az emberi méltóságról szól. Hát benne is van a méltóság mezeje, ami mindenkit megillet, minden embert megillet az élet utolsó pillanatáig. Beszélhetünk itt a hospice-ról, mert ugye erősen kapcsolódik ide a hospice mozgalom. Sokan úgy veszik, hogy a halálról szól, nem. Arról szól, hogy még tart az élet. És mi ezt küldetésüknek vesszük, hogy az emberi méltóságról megemlékezünk. A rendezvényen közreműködtek a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola magánének és népi ének tanszakának tanulói. A megjelenteket Andrási Bandi Johanna, Karcagi Egészségfejlesztési Iroda irodavezetője, valamint Nagy Nélánszló Erzsébet önkormányzati képviselő, a Karcagi Kátai Gábor Kórház főigazgatója köszöntötte. Nagyon köszönjük és hálásak vagyunk azért, hogy ezen helyi civil szervezetek a kórházunkkal együttműködve évről évre megtartják a Magyar Hospice Alapítvány által 2007 őszén elindított nemzetközi gyökerekkel bíró méltóság mezeje elnevezésű szemléletformáló programot. Ehhez csatlakozva minden évben ezt és az áprilisi találkozót. A program alapvető célja, ahogy már hallottuk, hogy felhívja a figyelmet az emberi méltóság, a szeretet, a felelősség, a család, a gondoskodás, az elmúlás, az igazság őszinteség, a barátság, és nem utolsó sorban az együttlét örömének fontosságára. Ez a program a narcisz őszi előtetéséhez és tavaszi virágzásához kapcsolódó nyilvános eseményekkel hívja fel a figyelmet, a cselekvő szolidaritás szükségességére, arra, hogy segíteni, másoknak adni jó, ettől magunk is csak gyarapodunk. A segítség reményt ad mindazoknak, akik kiszolgáltatottak, és életüket, helyzetüket, jövőjüket kilátástalannak tartják. A telet legyőző tavasz egyik első virága a narcisz, amely az öröm, az életigenlés, az újjászületés jelképekként vált a rák elleni harc és a gyógyulás szimbólumává. A találkozón dr. Kasuba Jánosné nyugalmazott könyvtáros tanár előadásában hallhattuk Turmezei Erzsébet, a harmadik című versét is. Ezt követően a rendezvény zárásaként a megjelentek elültették a rákbetegek és a rákban haldoklókat gondozó szervezetek szimbólumait, a narcisz hagymákat.